Caritas csoportunk 2011-ben alakult, mégpedig úgy, hogy részben azért, mert az egyházmegyén belül jött egy ilyen üzenet, úgymond egy titkos sugallat, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezek a csoportok az egész egyházmegye területén megalakulnának. Nyilván ekkor még nem sok volt, de hogy itt volt egy olyan közösség, egy idősekből szerveződő csapat, akik szívesen vállaltak volna önkéntes feladatot, és hogy pont ezért egy nagyon jó szervező, egy karizmatikus egyéniséggel együtt ez megszülethetett ez a Caritas csoport itt helyben Tolnán is. Ez akkor történt, amikor még a plébánusunk ide érkezett volna, tehát a jelenlegi plébánusunk előtt a tavasszal alakult a csoport, és ez egy nagyon nagy szerencse volt, hogy a jelenlegi plébános atya, Ravasz Csaba így felkarolta a csoportot, és minden szempontból támogatta. Elején nagyon vegyes volt a fogadtatás, sőt mondhatni, hogy ambivalens, tehát nem volt egyértelműen pozitív, de miután egy rendszeressé váltak ezek a gyűjtések és az akciók, így egyre inkább a lakosság körében is elterjedt az, hogy tavasszal, ősszel, egy évben kétszer azért élelmiszergyűjtések vannak, és leginkább itt ismertek meg bennünket. Úgyhogy egy idő után voltak olyanok, akik már úgy érkeztek, hogy jaj, már vártuk önöket itt a boltokba, és hogy milyen jó, hogy itt vannak, és már készültünk, és hogy aki tényleg jó indulatú és szeretett volna adakozni, azok már így örömmel fogadták a csapatot. Mindenképpen pozitív boomként könyvelhetjük el, hogy egyre többen csatlakoztak a csoporthoz. Helyi vállalkozók engedélyezték azt, hogy a gyűjtésekbe bekapcsolódhatunk. Nagyon jó lett az egyéb civil szervezetekkel is az együttműködés, ami abból a szempontból jó, hogy egyrészt sikerült jobban feltérképeznünk a rászorulóknak a számát, tehát jobban fel tudtuk mérni az igényeket. Ez leginkább a családsegítővel való együttműködés kapcsán alakult ki, de hogy sokkal jobban meg tudtuk szervezni az osztásokat is. Ha egy civil szervezet kiérdemel valamit, az egyfajta minőség, amit hosszú távon fent kell tartani. Tehát ez mindenképpen egyfajta kötelesség. A másik oldalon viszont nyilván egy nagyon megtisztelő dolog így a csoport számára, és egyre több a fiatal, akiket ez motiválhatja hosszú távon.